Áldás békesség, kedves testvérek! Halljátok meg Isten igéjét, amit Máté evangéliumából, a harmadik részből olvasok, a 13. verstől. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt. Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám. Jézus ezt válaszolta engedj most, mert így illik minden igazságot betöltenünk. Akkor engedett neki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt az ég, és látta, hogy Isten lelke, mint egy galamb, aláereszkedik, és őre áll. És íme hang hallatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. A keresztség vize a megtisztulást jelképezi. Azt, hogy az Isten mindig kész nekünk megbocsátani, ha mi hittel és reménységgel elé tárjuk a mi bűneinket. De adódik a kérdés, miért kellett Jézusnak megkeresztelkednie? Ha úgy tudjuk, hogyha úgy hisszük, hogy ő az Isten fia, aki egylényegű az atyával, és így öröktől fogva van, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása, és aki szent és tökéletes Isten, és aki nem ismert bűnt, miért kellett neki megkeresztelkednie, ha nincs is bűne, ha nincs is szüksége megtérésre? Hát keresztelő János is elcsodálkozott ezen. Te jössz én hozzám! Inkább fordítva kellene lennie. Én arra sem vagyok méltó, hogy hozzáérjek a cipőfűződhöz. Jézus pedig azt mondja erre, engedj most, mert így illik minden igazságot betöltenünk. Mi az igazság? Az, hogy Jézus beáll az emberek sorába. Én úgy képzelem el keresztelő Jánosnak a működését, hogy amikor sokan kimentek, hozzá a pusztába, akkor nagy hangon, erőteljesen hirdette az Isten igéjét. És miután befejezte a mondandóját, akkor mentek hozzá egyesével az emberek, hogy megvalják bűneiket, és hogy megkeresztelkedjenek. És gondolom, hogy mindenkivel váltott pár kedves szót is. Talán elképzelhető az, hogy, hogy kialakult egy sor, vagy így volt, vagy nem. De értsük meg ennek a, ennek a, fontosságát, a lényegét. Jézus beáll a sorba. Az Isten fia beáll az emberek közé, a bűnösök közé, és maga is megkeresztelkedik. Alámerül, és aztán felbukkan a víz alól. Ez egy jel. Jézus így fog meghalni, szolgálata végén, amikor keresztre feszítik, miattunk, helyettünk és értünk, de aztán így fog feltámadni is a harmadik napon. Pálapostól később ezért összekapcsolja ezt a kettőt, akit megkeresztelnek, az egyesül Jézussal, az ő halálával és az ő feltámadásával. Amikor pedig Jézus kijön a vízből, akkor leszár rá a Szentlélek, és hang hallatszik az égből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Sok olyan ember van, aki bármit megadna azért, hogy a földi apja vagy szülője ezt mondja neki, nem hogy az Isten. Olyan szép ez a mondat, hogy van valaki, aki büszke rám, aki elfogad, aki kihirdeti, hogy hozzátartozom. Az atya Jézusnak, Jézusról mondja ezt. Ő valóban az Isten fia tanítása, csodái, hatalma, és legvégül halála, feltámadása és mennybe menetele, mind, mind ezt bizonyítják. De másrészt azt is meg kell, meg lehet állapítanunk, hogyha mi Jézusban vagyunk, hogyha ő a miénk és mi az övéi vagyunk, akkor elmondhatjuk azt, hogy ez a mondat nekem is szól, rólam is szól. Jézuson keresztül gyönyörködik bennünk az atya. Neked mit jelent az, hogy meg vagy keresztelve? Csak egy kis víz, szép hagyomány. János csak vízzel keresztelt. De amikor Jézus jön és szent lélekkel megkeresztel minket, amikor az ő lelke belén költözik, akkor mi az Isten gyermekei leszünk. Akik nincsenek egyedül, akik Jézussal közösen élnek, Isten dicsőségére, mások javára és saját maguk örömére.